Megújulva várja diákjait szeptembertől a Kanizsai Dorottya Gimnázium. Tantermeket, öltözőket festettek ki, újra parkettázták a tanári szobát, átépítették a második emeleti mosdókat, illetve egy számítógépes tantermet is kialakítottak. Az informatika oktatás nagyon magas színvonalú, és az egyik legfontosabb az idegen nyelv oktatás mellett, de két informatika termünk erre már nem volt elég, hiszen az érettségi lebonyolításához is szükség volt gépekre, és a földszinten sikerült kialakítanunk egy új informatika termet. Festettek nyáron a Gotthard, a Neumann, a Paragvári, a Zrínyi iskolában és a Német Pál kollégiumban is. A Dési iskolában a tornaterem sportpadlóját, a Nagy Lajos gimnáziumban pedig a kazánt javították meg, és itt is festettek. A tankerületi központ 2020-ban más munkálatokat is elvégzett. A Bercsényi iskolában felújították az aszfaltos pályát és a balesetveszélyes udvari átjárót, a Dési iskolában szintén az aszfaltos pálya és a földszinti vizes blokk felújítása történt meg, a Neumannban a vizes blokkot korszerűsítették. A Német Pál kollégiumban kicserélték az ablakokat. A Nyitrai utcai iskolában megújult a főbejárat lépcsője és a vízelvezetés. A Váciban a hőközpontban előregedett szerelvények és az iskolai nyílászárók cseréjét valósították meg. Az Aranyhíd Gyógypedagógiai Intézményben is elkezdődtek a várt fejlesztések. Idén tavasszal, illetve nyáron megtörtént a régóta esedékes tető felújításunknak egy része. Az épület, a Dózsa György utcai épület északi szárnya fölötti tető javításra került sor, a héjazat cseréjével, illetve ahol szükséges volt ott a tetőablakok cseréje is megtörtént, illetve felmérésre került a következő etap, mert több szakaszban végzik el a tetőfelújítást. A Szombathelyi Tankerületi Központ a karbantartásra 24 milliót, nagyobb felújítási munkákra 96 milliót fordított az intézményeiben. Több esetben az iskolák alapítványai és baráti körei is segítették a beruházások megvalósulását.